fuvarozás során a fuvarozó felelőssége az áru megóvására, a felrakás és a lerakás között történik, gyakorlatilag a fuvarozó felelőssége, hiszen rá van bízva az áru. Ugye a legfontosabb az, hogy az árut megfelelőképpen rögzítse a gépkocsi vezető. A rakodás mindig a felrakó végzi, de a gépkocsi vezető utasításai szerint, tehát már akkor oda kell figyelni, hogy megfelelőképpen legyen rögzítve, vagy felrakva az áru, és utána a rögzítését a gépkocsi vezető végzi el. Megfelelő számú spanifert kell a járművön tartani annak érdekében, hogy a különböző csomagolású, különböző méretű árukat megfelelően tudjuk soronként rögzíteni. Ami még nagyon fontos, hogy ne tudják a rakományt eltulajdonítani. A járműveket olyan helyeken kell parkolni éjszaka, ami lehetőség szerint őrzött, vagy ha nem tudjuk őrzött helyen megállítani, akkor kivilágított, forgalmas üzemanyagkút mentén megállni. Minden járműben van természetesen GPS, ez is segíti a biztonság megőrzését, illetőleg a üzemanyag tankunkban is van egy figyelőrendszer, amit sajnos szintén előszeretettel dézsmálnak meg különböző bűnszervek.